hogy az mi nyomtad, az Berfíró. De azt hiszem, hogy két igazi mértékadó erőpróba vár rátok. Kezdjük az elején, mi lesz ma? Hát azt gondolom, hogy egy kemény mérkőzésre számíthatunk, ugye a játékosok nagy részét ismerjük az osztrák bajnokságból, úgyhogy mindenféleképpen nehéz mérkőzésre számítunk, és valóban, ahogy mondtad, jó mértékadó lesz a VB-re, mert azért azt látni kell, hogy a szlovének, lengyelek, azt gondolom, hogy esetleg az angolok is jó játékerőt fognak képviselni, úgyhogy egy kicsit fel tudjuk mérni, hogy hol tartunk. Egy nagyon jó osztrák és egy nagyon jó norvég válogatott érkezik. Megpróbáljuk mi is az ő tempójukat fölvenni, és bízom benne, hogy jó felkészülés lesz a világbajnokságra. Találkozunk olyan sebességű ellenfelekkel, mint a világbajnokságon fogunk. Úgy gondolom, hogy maximálisan arra fognak koncentrálni az edzők, hogy mi mit játszunk, nem arra, hogy mi az eredmény, és hogy az ellenfél hogy megy. Gondolom, hogy az utolsó lehetőség arra, hogy megnézzék, hogy ki esik ki a következő rostán, és ki legyen az a 22, aki utazik. Én azt gondolom, hogy most még különböző dolgokat fogunk gyakorolni, nem biztos, hogy azokat fogjuk csinálni, amit a VB-n pontosan, illetve hát ezt azért érezzük, hogy még a héten, amit kemény munkát elvégeztünk, egy kicsit bennünk van, úgyhogy valószínűleg nem vagyunk még csúcsformában, de nem is most kell. Bár azzal, hogy az edzés tempónk nőtt, ezzel a meccs tempónk is, tehát valamilyen szinten vissza gyorsultunk, de természetesen ez a meccsen fog lecsapódni a brigádon, és kijönni, hogy ki merre, meddig. Hát nagyon bízok benne, hogy sikerül most megverni az én karrierem alatt először az osztrákokat, utána majd meglátjuk a norvégiek ellen, mi lesz. Az aréna mennyire dob föl benneteket? Hát mindenféleképpen, hogy a szurkolóink szeretete, ami az utóbbi években kísér, ez egy olyan plusz motivációt jelent nekünk, amit nehéz szavakkal kifejezni, úgyhogy maximálisan. Sokat kaptunk a szurkolóktól mindig is, hát nem mindig, de többnyire teltház előtt játszottunk, és reméljük, hogy most is így lesz. Szurkoljunk együtt a magyar jégkorong válogatottnak. Pannon Hoki Gála a Papp László Sportarénában április 10-én és 11-én. Come back to the land, where everything's ours for a few hours.